Varga Vivien gyönyörű hangját már az egész ország ismeri, de jó hír, hogy ikertestvére Szabolcs is örökölte édesapjuk zenei tehetségét, és hát mind a ketten zenéltek. Ez egy szuper dolog szerintem. Van közös munka is, vagy elképzelhető az, hogy hétvégén ültök otthon, túl vagytok a vasárnapi ebéden, kis pihi, és akkor együtt zenél az egész család? Igen, hát szokott ilyen is lenni, és igen, már van közös munka is, tehát most már az én megjelenő lemezemen van egy közös dalunk, a Mindig itt legyél című dalunk, és ehhez már le is forgattunk egy klipet, ami nem sokára majd meg is fog jelenni. És egyébként igen, otthon is szoktunk, amikor van időnk így együtt énekelni, zenélni, mert hát ez tök jó dolog. Milyen nagyon fontos, bocsánat, az, hogy ugye egymást tiszteljétek testvérként is, és mondjuk akkor művészként is már? Persze, hát abszolút, ez nagyon fontos, igen. Tehát itt akkor nem csak a testvér szeretet van benne, hanem tudtok mondjuk egymással szakmai dolgokról igen, beszélgetni, vitázni. És nagyon szeretünk is, mindig a színpadon is mindig segítjük egymást, és nagyon szeretünk együtt énekelni. Igen, sokkal jobb, mint akár egyedül. Meg hát tanácsot miért? Is kérünk. Támaszkodhatsz a másikra, vagy csak egyszer úgy érzed, hogy a saját véred is ott van az is egyébként közre játszik, de hogy a visszajelzés is nagyon fontos, hogy tudunk ide támaszkodni, tudunk kivel úgymond játszani a színpadon. Meg hát van egy belső kapcsolat. Hát igen, ami nagyon más van így. Amúgy jó tesók is vagytok? Tehát, hogyha nincs szó éppen zenéről, hanem hétközben menni kell a suliba, stb. Akkor is támogatjátok egymást, és tényleg ez igaz, hogy az ikrek ugyan két petéjű ikrek vagytok, de hogy ez egy egészen más, szorosabb szál, ami nem összehasonlítható. Hát ez szerintem nem is maga az ikerség miatt, ez a 16 év együttélés ilyen miatt kapcsolat. Van ez ilyen jó kapcsolatunk szerintem. 16 év együttélek. Mert hogy olyan ikerségi kapcsolat, hogy érezzük egymás fájdalmát, ilyen nagyon nincs. Meg kitaláljuk egymás gondolatát, ilyen nincs, de egyébként igen, szerintem nagyon jó tesók. Vivi, de amikor te ugye szerepeltél a TV2 műsorában, akkor te elmondtad, hogy gyerekkorod óta énekes akartál lenni. Na de mi van a tesóddal? Hát én annó még olyan 5-6 éve a Vivi hatására kezdtem el énekelni. Mi volt ez a hatás? Hát ő egy műzikes stúdióban, a Petőfi műzikes stúdióban járt, és én hát még azt a nézőtéről néztem mindig, hogy milyen tök jó, hogy ő ilyen szerepel, meg énekel. És akkor úgy volt, hogy én ilyen nagyon félénk gyerek voltam, és hát elhatároztam, hogy én is kipróbálom magam ebben, és hát nagyon megszerettem ezt. De éreztétek előtte, hogy már mondjuk neked is jó hangod van, vagy van hozzá affinitásod, vagy tehetséged, vagy édesapád nem ösztönözött, hogy próbáld ki? Hát én olyannyira félénk voltam, hogy még otthon sem mertem énekelni, tényleg? Szóval én nagyon, de tényleg. De akkor, Szabolcs, hol találkoztál te először a hangoddal? Együtt éltetek, így akkor otthon nem volt éneklés, se a fürdőszoba, se volt. Tehát hol találkoztál először a hangoddal? Inkább együtt énekeltünk, és egyébként ez egy nagyon jó kérdés, mert nem emlékszem rá. Hát együtt énekeltünk, és utána volt olyan, amikor duettet énekeltünk, és akkor ő neki volt ugye egy saját része, és akkor ez volt ugye az de első duettünk. Igen, az első duettünk az még másodikban volt, egy Suli Sztár nevezető iskolai versenyen, ott énekeltem először, de hát ott még olyan ilyen kis... De honnan vetted elő a bátorságodat, mert azt mondtad, hogy félénk voltál, hogy elő kellett és kész? Hát muszáj. Ráerőltetve. Nem. De hát... egyébként mai nap már viszont egyáltalán nem félős, szóval tényleg most már olyan magabiztosan kiáll a színpadra, mai napig járunk ebbe a műzikás stúdióba, és hát tényleg most már hihetetlen milyen energiái vannak a színpadon. Inkább a popzene felé akartok elindulni, akár külön, akár együtt, vagy inkább a színház és a musicalek a fő csapás irány? Én ezt úgy gondolom, hogy szerintem mind a kettő lehetőség benne van a pakliba. Igen. Akár egyszerre a kettő irány is. És szerintetek lesz hosszabb együttműködés? Tehát, hogy nem csak egy duett, hanem mondjuk a tesók együtt összeállnak, és akkor duettalbum, és együtt nyomjátok? Szerintem abszolút. Én nagyon örülnék neki. Mit mondanak a szakemberek, együtt jól cseng a hangotok egyébként? Mert ugye ez is egy fontos szempont, nem csak az, hogy örömzenélés legyen. Hát a visszajelzések alapján igen, de... Na hát visszajelzések, itt a Felmárom Caféban lesznek visszajelzések remélhetőleg, hogy hogyan énekeltek itt nálunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.